Az illetékes hatóságok részéről alig történt érdemi megmozdulás a Tarna kiszáradásának kapcsán. Többek között ezt is sérelmezte a Mi Hazánk mozgalom által szervezett sajtótájékoztatón Hajdara Roland, a párt Gyöngyös választókerületi elnöke és dr. Pápa Jákos megyei elnök. Ismert a botrány, hogy a patakból a vizet teljesen ki, mert egy helyi vállalkozó kiszivattyúzta. Erről nekünk tudomásunk a helyi polgárok által van, illetve a helyi Mi Hazánk mozgalom választókerületi vezetője ezt végig figyelemmel kísérte, magánál a gátbontásnál is jelen volt, és újabb információhoz jutottunk, miszerint ez a vállalkozás már korábban is érdekes dolgokat tett. A Mi Hazánk mozgalom Heves megyei elnöke úgy tudja, hogy a borászat korábban már eldugította a szennyvízhálózatot, mely következmények nélkül maradt. Az önkormányzati képviselő állítása szerint egy baráti jó viszony által oldódott meg a helyzet. A sajtótájékoztató helyszínéül szimbolikusan a tót és tót borászat pincészetét választották. Gazdálkodó ember vagyok jó magam is, de hát azért mind a két oldalról szemlélem a folyamatokat, hogy az öntözésnek vannak más módjai, kútból például így kell ezt a jövőben megoldani az érintetteknek. Mert nyilván a mezőgazdaságnak is élni kell, a Tarnának is élni kell. A választókerületi elnök elmondása szerint Dócs Dávid parlamenti képviselő az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságához beterjeszti a Tarna kiszáradásának ügyét. Az ügyben megkerestük az érintett borászatot is, válaszukat későbbre ígérik, melyről tájékoztatást fogunk adni.